Sziasztok! Ma Playmobil Dino Rise nézünk. Folytatjuk a Dino Rise készletek bemutatását. Méghozzá ennek a neve Zendülés a legenda köveknél. Azt hiszem valami ilyesmi volt, de majd a címbe pontosan látjátok, illetve hogy egy Triceratopsot kapunk hozzá. Mert ugye a készleteknél mindig ott van, hogy melyik fajta dino. És illetve az egyik szereplőt, Jadent, ki a Triceratops társával leveri a üstökös vállalatnak az egyik emberét, a kép ott viszi a... Hát ugye a címben legenda kő, de amúgy a sorozatban ott energiaköveknek van. Ott ugye a háttér az tipikusan ugyanaz. Itt legalább nem értem, miért nem csinálok amúgy egyedi hátteret, mint a Legónál, hanem mindegyiknél ugyanaz. A csata jelenet, illetve a készletek. Na! Kezdjük is mindjárt itt ezt a csávót. Ja nem, ez egy csajszi, bocsánat. A Hulló Csillag RT-nek az egyik embere. Hogy milyen jó fel van szerelkezve technológiailag. Kapásból mindjárt látunk a kezén egy ilyen panelt, hogy le lehet szedni, így fel lehet rakni akármire, ilyen tök jó kütyű. Mint a Predátornak, amikor pötyögött rajta. Illetve egy karórát, és egy ilyen szerkezetet, amivel így meg tudja fogni az ilyen energiakövet, illetve ugye ez a headset rajta, ezzel a digitális kijelzővel, és így összeköttetésbe áll ezzel a fogóval, vagy mi ez, nem tudom pontosan, de milyen gonosz nézése van ennek a csajszinak. Na, ki is jött ez a cuccit, így ni. És ugye akkor ezzel szépen pakolgathatja bele a ládába a többi energia kavicsot. Úgyhogy ez a láda egész fullos, és hát inkább valami ketrec lenne. Nem is láda, mert ugye átlátszó, de milyen király. Tudja belerakni itt a többi kavicsot. Illetve neki még van két jó kis kütyüje. Itt van egy ilyen kis skorpió tank, ilyen kis elemző, ami így mászkált ott a sivatagba, aztán kereste a cuccokat, követte a dínók lábnyomait. Tök fullos kis mütyűr cucc. Illetve egy ilyen kisebb, ilyen, ez is valamilyen tankszerűség, valami, nem tudom, talán valami lézervágó lehet itt a tetején. Na! De akkor nézzük szereplőnket, Jadent. Milyen jó mikrofon sérója van. Most azért raktam ezt rá, mert ugye alapjáraton mindegyiknek ilyen Playmobil haja van. Viszont ugye a mikrofon sérót nem tudod rárakni a felszerelését. Úgyhogy ahhoz, hogy beöltöztessük őt is a csata cuccukba, föl kell venni egy ilyen sima hajat. És akkor jöhet hozzá a kapásból a jó kis sisak. Ugye ő is kap páncélzatot. Illetve ilyen válvédőt is. Ott elég macerás felrakni rá. Na, állunk. Fordító volt rajta a sapka. Így, ni. Na, Jaden föl van szerelve. Jöjjön akkor a társa. Hatalmas Triceratops. Rohadt jól néz ki amúgy. Mondjuk érdekesek ezek a színvariációk, ez a kék, sárga, zöld, kék, mind a többi dínónál. Viszont attól függetlenül rohadt jól néz ki, tehát tényleg ilyen hatalmas, kemény műanyag test. A szarvai azok gumírozottak, kivéve, még ez is. Ugye mozgatható fej, föl, le, mondjuk ennek oldalra nem lehet. Lábai mozgathatók előre, hátra. Illetve a szája, milyen jó nagy. De akkor miért hallod meg a fejét is lenyelni? Ja, nem láttátok, hogy akkora, tehát simán beleférne. Na, de akkor páncélozzuk fel ezt a Triceratopsot. Sok minden nincs hozzá. Egy egyszerű hátpáncél, amit ha rárakunk,
kapásból itt van egy ilyen hálóvető. Na most ugye ez rohadt jól meg van csinálva a legóshoz képest. Sokkal masszívabb és messzebbre megy, de mindjárt meglátjátok miért. Illetve ő is kapott itt valamilyen kilövőt, nem tudom mi ez, mert ez nem rakéta, ez valami láng kilövő, vagy valami tűzfegyverszerűség akar lenni. Hova raktam a dobozát? Ja, itt van-e. Mert ugye itt a doboz alapján ez valami lángoló valami. Na, és ugye szintén ezt is ki lehet lőni, illetve ott van egy ilyen panel, ahol a Jaden-t be tudjuk őt ültetni. Így, már is rajta van Jaden a Triceratopson. Aztán mehet vele darálni. Amúgy tényleg, de komolyak ezek. Mekkora páncélzós dinoszaurusz megy aztán. Na mindjárt meg is teszteljük. Ide rakjuk a dobozt hátulra. És na, jöjjön mondjuk a ellenfelünk. Ugye itt van ez a kilövő. Itt megpróbálom úgy célozni, hogy... Ja, amúgy ezt meg ugye persze le is lehet így hajtani alulra, oldalra, fölülre, ahogy tetszik. Na most így jobban hozzáférek. Megpróbálom a csávót, vagy csajszit kilőni. Hopp, eltaláltad, de lepattant róla, elég messzire. De nézzük a hálóvetőt. Céloz. Tök jól elmegy messzire, mert van egy ilyen lövedék, ezt így átszúrva rajta. Mint amit mondjuk a többi készletben láttál egy ilyen lövedéket, ezt így beleszúrva. Ugye messzebbre ki lehet lőni így. Visszatoltva, na megnézzük még egyszer. Majdnem. Ugye az is számít, hogy milyen szögbe lövött ki vele. Tehát ha mondjuk, ugye lefele tartod, de ha így felmozdítva lövöd, na ugye, így már azért jobban behatárolta a szöget. Tehát összegezve, ez egy nagyon jó készlet, ez benne van a top 3-ba a Dino Rise-os készletek közül nálam. Ez a Triceratops-os, tényleg hálóvető, meg ez a kilövő. Ami tényleg nagyon szuper. Hát ennyi lett volna ez a set bemutató, srácok. Tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videót. Sziasztok!